Egy hónappal ezelőtt 26, az elmúlt vasárnap viszont már 36 csapat vett részt a Continental Arénában a kezdődobás program idei második rendezvényén. Három pályán meccseket játszottak, mellette egy ügyességi pályán végezhettek különböző gyakorlatokat a 8-9 éves gyerekek. Voltak, akik már korábban is fogtak kézilabdát a kezükbe, de voltak olyanok is, akik itt ismerkedtek meg a sportág alapjaival. A rendezvénynek ez is a célja, és persze az, hogy a fiataloknak kedvet csináljon a kézilabdához. Azt tudtam mondani, hogy a szerelem első látásra program. Reményeink szerint az ideérkező gyerekek rögtön beleszeretnek a kézilabdába. Egy olyan látvány sportágról van szó, melyik egyik legsikeresebb szerintem Magyarországon. A gyerekek itt csak pozitív élményt tudnak nyerni. A megyei kézilabda szövetség, hogy egy kicsit a játékélményt növelje, műzliszteletekkel készül, szól a szene számukra, és azt reméljük, hogy ez egy olyan tartalmas nap a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, hogy kellő odafigyeléssel és gondoskodással itt maradnak a sportágunkban. Csengerből 4 csapat érkezett a rendezvényre. Balog Attila edző szerint fontos, hogy sportoljanak a gyerekek, a kézilabda pedig akár más sportágakhoz is megteremteti számukra az alapot. A városban egyébként van hagyománya a sportágnak. Felnőtt megyei csapatunk van, női csapatunk, szeretnénk visszahozni a férfi csapatot is, de inkább a lányokkal foglalkozunk, már óvodáskortól egészen a felnőtt korig. Úgyhogy ezt szeretnénk erősíteni. Egyébként van még futszál is Csengerbe, illetve atletizálni is lehet, úgyhogy még lehet, hogy sportágat is váltanak a gyerekek, nem szabad megkötni még ebben a korszakban őket. A pályán nem csak a gyerekek, hanem a fiatal játékvezetők is megmutathatták, hogy mit tudnak. A megyei szövetség ugyanis kiemelten kezeli a sípmesterek képzését. Szívügyem a játékvezetői képzés. Létezik egy mentorprogram nálunk, aminek a neve JAM, és alapfokú játékvezető tanfolyamot pedig most már az elmúlt 7-8 évben minden évben indítottunk. Annyi változás van most itt, hogyha valaki a pályán körülnéz, akkor szokott látni a játékvezetőket, akik ilyen neonzöld, velünk a kézilabda című pólóban vannak. Ők már azok az alapfokú tanfolyamon résztvevő fiatal játékvezető palánták, akik már itt találkozhatnak a sportággal, megmérettethetik magukat, és reméljük, hogy ők is itt maradnak közöttünk. Májusban még lesz egy megyei rendezvény a gyerekek számára, nyáron pedig a strandkézilabdával is megismerkedhetnek majd a kézilabda palánták.